Kész vagyunk, itt vagyunk, tisztelettel köszöntöm Önöket. A betegség óta először a nyilvánosság előtt Földes László, azaz Hobó. Szia Laci, örülök, hogy itt vagy. Szervusz. Örülök, hogy így vagy. Jó napot mindenkinek, szervusz. Nézzük meg a hivatalos bemutatásodat, jó? Van nekünk olyanunk is, és minden adást így kezdünk. Legyen ez most is így. Földes László Hobó, 77 éves előadó művész. Pályája elején különböző előadóknak írt dalokat, majd 1978-ban megalakította a Hobo Blues Bandet, amellyel országos hírnevet szerzett. A Vadászat című album a hazai pop történet egyik legfontosabb lemeze. A Nemzeti Színház művészeként saját kamaradarabjait játsza, illetve Ginsberg, József Attila, Adi Viszocki, Pilinszky, Morrison, Faludi, Villon és a Rolling Stones életművéből készít színházi blues előadásokat. Kossuth díjas kitüntették a köztársasági érdemrend kiskeresztjével és tiszti keresztjével is. Ilyen érdemeim van. Ezt most együtt olvastuk. Igen, érdemeid elismerése. Igen, meg, igen. Szokták mondani. Mondtam, hogy először a nyilvánosság előtt. Nagyon megviselt a vírus? Nem, igazából nem. Nem, hát egy olyan 3-4 napig voltam rosszul. Akkor a feleségem meg az orvosbarátom kihívták a mentőket, bevittek a kórházba egy szerdai napon. És ott, de maga a saját lábamon mentem a mentőbe, és akkor bevittek oda, ott kaptam mindenféle, nem tudom én, infúziót, meg ilyen tudományos dolgok történtek velem, és fölébredtem csütörtökön, és úgy éreztem, hogy semmi bajom. Az égvilágon semmi bajom. Sőt, jött ott valaki, aki mondta, hogy olyan jól vagyok, hogy előbb-utóbb esetleg haza fognak engedni. Ez, és finoman szerződött a csütörtöki napon a péntekire, amit én teljesen föllelkesedtem, aztán jól fenékbe rúgtak, de hétfőn kiengedtek. Tehát 5 napig voltam kórházban, amiből igazából az utolsó 3 napon az égvilágon semmi bajom nem volt. 8 liter vizet pumpáltak belém, mert kiszáradtam teljesen a betegség alatt, és 5 nap után hazamehettem, és akkor körülbelül egy olyan egy hét után el kellett kezdenem edzeni. És minden nap ezek 40 edzést csináltam, meg van egy edzésprogramom, ez szobabicikliből, súlyzós gyakorlatokból, ami főleg kibelégzés. Azt mondani, hogy ki vagy gyúrva. Hát én előbb-utóbb úgy fogok kinézni, mint egy kétajtós szekrény. És ezen kívül sétából áll. De igazából nem tudom, hogy nem voltak olyan érzeteim, hogy én bajban lennék, vagy vége lenne. Bementél a kórházba, akkor se? Nem, mert akkor meg pocsékul voltam, nem tudtam úgy értelmezni, vagy reagálni a dolgokat, hogy kellett volna. Annál sokkal rosszabb voltam, ami szédelektem, meg elestem, meg ilyesmi. Tehát nem azzal foglalkoztam, hogy hogy vagyok. Csak azért, mert már vannak mindannyiunknak rossz képeink arról, hogy mi mindent történt. Hát hogyne. Új. Hanem a kórházba kerülésem előtti utolsó 3 napon, akkor hát ilyen nagyon-nagyon félálomban voltam, vagy hogy kell ezt mondani. Tehát, hogy elég pocsi, nem ettem, nem ittam semmit, teljesen kiszáradtam, de félelmem vagy fájdalmam az nem volt. Most meg fújod a lufikat. Arra panaszkodsz állandóan, hogy neked lufit kell fújni. Hát az van, hogy hát ugye rám lett förmedve mindenféle orvosok. Figyelnek rám, azóta is. Tegnap voltam például a tüdőgyógyásznál, Strauss professzornál, aki mondta, hogy tovább kell erősítenem. Leginkább a tüdőmet támadta meg. Hát általában így van, azt mondja. Így van, úgyhogy ezt kell nyomnom, és a lufi. Mennyi lufi? A feleségem a drága. Az... Nem tudom, legalább 6 féle lufbalmot vett, amik mind más színűek. De van nyuszi is, meg... Nem. Ezek ilyen sárga és pöttyös, piros és pöttyös, kék és pöttyös, és ezeket egyes tizet kell belefújnom mindegyikbe. Na most ez hát nagyon kínos elemben, a dolognak van egy jó oldala, hogy amikor tizet belefújt, ilyen felszívod erősen magad, aztán megfújod, aztán megint, és amikor tele van a tízzel, akkor kiengeded. Na most az olyan hangokat generál, amelyek az általános iskolai problémáimat az osztályfőnökkel való. Ki volt az? Földes. Nem én voltam igazgató úr. Tehát, hogy olyan hangokat ad, hogy ezt nem lehet megszokni, állandóan rövök. Lesz ebből még dal? Hát... Lesz ebből dal?
Én nem vagyok tudatos, tehát azt írom, ami jön. Úgyhogy... Hogy viseled a tortúrát azért, mert hogy nem vagy tudatos, úgy egyébként sem annyira nagyon. Egyáltalán nem. Tehát, hogy azt, hogy téged beosztanak, hogy mettől meddig kell edzened, ezt minden nap hány órát, hogyan, ezt hogy viseled? Nem, hát az van, hogy van egy ember, Farkas Tamás, akivel pápai, ő az edzőm. És azt kiírta nekem a gyakorlatokat, azt minden nap kell valamit csinálnom, hogy mikor, azt én döntöm el. Tehát nem kell délelőtt vagy délután, hogyha jó idő van, akkor például elmehetek sétálni. És én az erdő szélén lakom, az baromi jó. És akkor azzal ki tudom váltani az egyik biciklizést. Azt is utálod? 40 percet ülök, asszom a biciklén. És közben, most már kitaláltam, hogy leviszem a laptopomat, a bicikli kormánya elé rakom, és Clint Eastwood filmeket nézek, mert abban nem lehet csalódni. 40 perc alatt szitával ő. De mindig Clint Eastwood? Nem, mert most van, hogy a Charles Bronsonra is át fogok állni, de még a törvényen kívüli Josie Wells még az kitart. De ez hozza ki belőled a biciklizés? Ölni tudnál? Valamit kell tenni, nézd, Jimi Hendrixet is szoktam hallgatni, vagy Bachot. De a Bach az nem nagyon megy hozzá. Zizi Tapot szoktam, meg Jimi Hendrixet. Az adja a tempót is, ráadásul a Zizi Tap rendesen. Hát igen, most vannak olyan, ugye, ezek mind hosszabbak, mint 40 perc a CD-k, és akkor, hogy ismétlőre. Azon gondolkodom, neked lesz egy nagy koncerted, majd jusson eszünkbe, hogy erről még beszéljünk pár mondatot. Igen. De hát arra neked kész kell lenned, és az nincs messze. Hát az február. 2022. február. Igen. Kész leszel? 13, pont a születésnapon. Ráadásul. Készen leszel? Hát úgy gondolom, hogy igen. Tehát inkább 10 napja voltam otthon, amikor a dolgozószobámban csináltam egy József Attila estet saját magamnak, mert otthon vannak a zenei alapok, hogy mennyire bírom, hogy bírom a levegővétellel, meg az éneklést, meg a verseket, és már akkor is jól bírtam. És akkor még, mit tudom, én volt bennem 5 edzés, most meg van 40. Amiatt sem volt betolva, hogy mi lesz, hogyha nem tudsz színpadra lépni? Tehát, hogyha azt mondják, hogy... Nem. Ember most már elég volt. Nem, hát az van, hogy kell, hát én nagyon precíz vagyok, ezt mindenki tudja. És edzésnaplót kell vezetnem minden nap, ami azt jelenti, hogy hány percet tudtam sétálni, vagy a 40 perces, ugye 15 perc bicikli, aztán 20, 25, 30, 40. 40 perces bicikli alatt hány kilométer teszek meg, ez kiírja az káprázatos szoba bicikli, egy, kettő, meg azt is, hogy hány kalóriát égetek el. Meg tegnap voltam a Strauss professzornál, egy órát beszélgettem vele, és azt mondta, hogy teljesen normális a légzésem. Tudod, ezek közben is figyelnek, nem úgy vagy beszélget egy jót vele, vagy nem tudom én, hanem ő azért az óriási volt. Na jó, akkor ennyit az STK-ról. Meg fogom tudni csinálni a koncertet, és már ki, nagyjából föl is készültem, kidolgoztam, hogy mit csinálom. Ez a 2 évvel ezelőtti elmaradt 75. születésnapi koncert, ami most lesz 77. születésnapi. Igen, hát ez. Ez egy, tudom, hogy gyakran előkerülő kérdés, hogyha a pályafutásodról beszélünk, de az összes régi sztár pályafutással kapcsolatban gondolta volna-e? De az, hogy 77 évesen egy aréna koncertet csinál az ember, az nem hétköznapi, az ma sem hétköznapi. Na most mi nevetsz? Hát azon ma nevetek, hogy én egy olyan kategóriában vagyok, hogy nem vagyok elismert énekes, elismert előadó, vagy elismert író, egyik se vagyok. Én exhibicionista vagyok, ami egy másik pálya. Ez a ösztönös öntörvényűség, ez megvéd ezektől a kategóriáktól. Én még sose gondoltam, hogy a pályafutásomat, mondjam, ez nekem most már van, hogy a pályafutásomat hogy folytassam, mert most mondok valami olyasmit, amit még soha nem mondtam, a következő három év az dugig van azokkal az ötletekkel, amit eddig nem valósítottam meg, mert mindig el vagyok késve. Ezért mondom neked ezt az összönöséget, hogy én nem tudom miért, de mindig több ötletem van, mint amennyit meg tudok csinálni az időben. És ezek nem hülyeségek, tehát én ma, mit tudom én, a Rejtő Dekameront vagy a Bob Dylan, hát az sem volt kötelező házi feladat, hanem jött magától, vagy a Hé Magyar Joe. Ezeket is megírtam, vagy régen a Vadászhatót, vagy az Oly Sokáig. Ez hogy jön magától? Ezt én nem tudom, fogalmam sincs.
Szóval én nem, ha mondhatok... Tehát nincs előkészítő munka sem, ami után jön magától? Ne, hát sok Bob Dylant hallgattál az elmúlt egy évben, valahogy ez úgy alakult, és akkor ez így megfogott. Nem, hanem az volt, hogy... Hogy alkot a művész. Avass be minket, de exhibicionisták nem alkotnak, azt hagyjuk meg a művészeknek, és ha már a művészetről van szó, azt szoktam mondani, amikor mondják, hogy művész úr, akkor azt szoktam mondani, hogy Magyarországon méltósás, azt mondjam, mondom a őnek, Magyarországon kétféle vész van, sertésvész és művész. Tehát, hogy én nem kell ezzel jönni, hogy művész, hanem az van, hogy ezek a dolgok, nem tudom miért, bujkálnak bennem, érted? Tehát van egy Bob Dylan szám, az a címe, hogy a pusztítás során, Desolation Row, az egy apoka, van ilyen, hogy dillenológia, de most már hobológia is. Hobológusok is vannak, igen. A dillenológusok azt mondják, hogy egy apokaliptikus, az csak sikerült, apokaliptikus vízió. Én szerintem meg a másik változat, az enyém, az, hogy dur bele Béla blues, vagyis hogy bedurantott, és a kábítószer segítségével vizionált, vagy legalábbis az rásegített a dologra. Na most ezt megcsináltam, mert nagyon szeretem azt a számot, és amikor lefordítottam, és amikor szembesültem vele, akkor bement a zenekar, följátszottak az alapot, és én egyből ráénekeltem, próba nélkül. Tehát már tököltem a szótagszámmal, meg a dallamot egyesítve, a prózódiát, minden. Tehát, és nem az volt, hogy kidolgoztam volna, miközben 8 verszakot énekeltem, és az olyan volt, hogy 8 verszak, mint elmész egy kiállításra, és látsz 8 képet, egymáshoz nincsen közük. És én mégis meg tudtam csinálni, és talán ez az, úgy gondolom, hogy az életemben talán a legjobb dolog volt, amit csináltam, mint énekes, vagy mint előadó. Miközben nem gondoltam végig, hogy a... Érted? Jött. Hanem, az a pillanat. Na most ezt nem lehet megmagyarázni, mert vannak, amikor nem tudom én, most a farkas elővet egy csekkfizetet, sűrű puszik között egyre csak fizetett, ebbe bele lehet helyezkedni, mert az ember már tudja előre, hogy egy kis piroska nagymamához igyekezett. Nagyon szeretem ezt a számot. Hanem itt van ilyen, ezt én nem tudom elmagyarázni, meg nem is akarom, és ha befejezhetem a gondolatot azzal, hogy ezt nem tudom én, 68-ban kezdtem a Omega Club ezzel a lakájdallal, ami ugye most januárban, talán mostanában valamelyik nap volt, amikor a óriási balé lett politikai rendőrség, hogy azóta eltelt időt, azt azért úsztam meg, mert mindig azzal foglalkoztam, amit csinálok, nem saját magammal. Az megóv? Hát engem legalábbis megóvott. Hát. Előbb mondtad, hogy nem, te nem vagy művész úr, nem vagy elismert előadó művész. Nem, nem mondtam, hogy nem vagyok elismert. Azt nem ezt mondtad. Azt mondtam, hogy nem vagyok jó. Ezt mondtad. Akkor szerintem. Rosszul emlékszem, össze-vissza beszél. A nézők majd visszatekerik. Nem kell. De a lényege ugyanaz, hogy ez neked fáj-e? Mert ugye ezt nem először mondod el, hogy hát te ösztönös művész vagy, és téged nem ismernek el, igazán. Nem úgy gondolom, hogy rosszul fejeztem akkor ki magam, nem azért, mert vissza akarok hátrálni, hanem az van, hogy a közönség mindig megvédett. Most én nem akarom mondani, hogy milyen rock zenészek. Ugye a színészek azt mondják, hogy nem vagyok színész, az írók azt, hogy nem vagyok író, a zenészek meg, hogy nem vagyok zenész. Ezt én megszoktam, meg hogy az apámnak köszönhetek mindent, ugye, anya. Ő intézte el, hogy ezeket az, hogy én ez legyek, aki. És ezeket végig nyomják évtizedek óta, de a közönség szeretete, meg a kitartása, az megvédett egyrészt. De az apád miért védett meg, amikor rongyá vertek a rendőrök? Szerintem Tatabányán, vagy Tatán, hol Tatán, volt ez? Tatán. Akkor miért nem védett meg? Tehát, hogy ez milyen butaság? Azért, mert akkor 16 éve nem látott. 73-ban ott hagytam. Tehát nem értesült a sevéről. De hogy persze, nem. Ez a valamit köszönhetek neki, akkor sokat. Az annak köszönhetem, hogy úgy bánt velem, ahogy bánt. A dacnak köszönhetsz sokat? A dacodnak? A saját hát igen, ellenállásodnak a dolgokkal szemben? Nézd, hát az, hogyha az ember terrorizálják, az semmiképp se kellemes, különösen a kisgyerek. Tehát ez úgy aztán milyen folyamatokat indít el, és hogy mit eredményez, ezt pszichológusoknak kellene
kellene megmagyarázni. Én úgy gondolom, hogy kiskorom óta, egészen kiskorom óta, tehát már 56-ban fél évig voltam, 56 végétől 57 májusig már fél évig voltam egy ilyen kelet-német büntetőtáborban, hogy nehogy diszidáljak, azt hitte rólam, hogy diszidálni fogok 11 éves koromban. Tehát onnantól kezdve most sokáig ugye... Hol voltál te 11 éves korodban? Egy Uzedom nevű helyen a kelet-német és a lengyel határon. Tök egyedül? Nem, de hogy egy táborba intézett. De jó, én értem, de igen. Tehát, hogy oda elküldtek. Elküldtek oda, hogy ne diszidáljak, igen. Fél évig ott voltam, májusban jöttünk az 57 májusában. És te értetted, hogy neked miért kell akkor elmenni? Nem értettem az egészet, fogalmam sem volt. Nem. De hát én azt, nincs ezen mit kozmetikázni, hogy teher voltam az ő életében. De azzal, hogy ilyen szigorúan bánt velem, azzal nagyon sokat segített abban, hogy ilyen voltam, meg ilyen vagyok. Mit örököltél tőle? Hát az, hogy nem adom fel, vagy szembe merek állni. Nagyon bátor ember voltak. Már a második világháború alatt ő azon kevesek egyike volt, aki harcolt a nácik ellen, a nyilasok ellen. És amikor verték, meg elfogták, meg lelőtték, akkor nem adta fel valószínűleg ezt. Hát én nekem sokkal könnyebb életem volt, meg van, mint neki volt. De ő akkor volt bátor, amikor senki ez egy... És amikor lebukott, mondjuk így, akkor sem tört meg. És nem adta fel az elveit egészen, de a rendszerváltásig se adta fel. Tehát ők hittek valamiben a 30-as években, az akkori kommunisták, akik azt hitték, hogy a Vörös tér az a mennyország vagy valami, és aztán nehezen látták be azt, hogy nem így van. De álmodtak valamiről, és ez egy ilyen vallás volt a kommunizmus, és ez nagyon sok mindenkit Nyugat-Európában is milliókat félrevezetett. Jó, csak nekik egy idő után könnyebb volt, mert ott nem volt hogyne, semmi. Igen. Hát persze, ott könnyebb volt ábrándozni. A saját sérelmeit verte le rajtad? Ezt nem tudom, kicsi voltam. Csak hát nem volt jó, hogy én. Ugye én akkor, amikor születtem, amikor fogantattam, az 44-ben volt. Akkor 45-ben születtem, amikor ő még nem gondolt családra, vagy nem tudom, hát ugye kicsi voltam, de hát nem. Teher voltam az életén, és ezt nagyon sokáig így is gondolta, és mire megváltoztathatta volna, hogy én lettem valaki, addigra én már ott hagytam. Tehát egyszer-egyszer voltak ilyen kibékülések, felszínes találkozók, de igazából 18 éves koromtól soha nem állt helyre ez a dolog, amiben az a szomorú, hogy ez nekem nem fájt. Most se fáj? Nem. Nem, mert féltem tőle. Meg éreztem, hogy nem szeret. Felnőttként is féltél még tőle? Nem, dehogy nem. Nem volt benned olyan érzés, hogy nem. Sőt, hát a probléma az igazából az volt, mert aztán ilyen 16 éves koromban két évre Veszprémbe lettem száműzve, akkor már hát olyan fizikai állapotban voltam, hogy meg tudtam védeni magam, és ez nagyon komoly konfliktusokhoz vezethetett volna, és ezért az édesanyám ötletéből kifolyólag Veszprémbe raktak a vegyipari technikumba, ahol szembenéztem a kálium permanganát, egyenérték súlyával is vesztettem. Ott voltam két évet, és akkor hazajöttem, és akkor érettségi napján hazajöttem, és elköszöntem tőle, és megköszöntem, hogy eddig fizette a tanulmányaimat, amivel az égvilágban semmit nem értem, mert utáltam az egész vegyipari technikumot, és eljöttem, és hát tulajdonképpen ott ért véget 63. júniusában a kapcsolatunk. Ezt a kört, ezt igazából az nyitotta meg, hogy téged mindenhonnan egy kicsikét kinéznek, nem vagy eléggé színész, nem vagy eléggé énekes, nem vagy eléggé író, és különben is az apád. Ha az első három részt nézzük, tehát mi minden nem vagy, abból érzed úgy valamiről, hogy igazságtalan?
hogy hát vagyok én annyira színész, vagy tudok én annyira megjelenni, vagy hát miket írtál? Nem, a következő, a színész az belebújik valakinek az alakjába, zseniális színészek vannak, barátaim is. Ő arra tette fel az életét, hogy amit mondanak neki, azt csinálja meg, és vannak szerepálmai, és nagyszerűen csinálja, nagyon jó barátaim vannak, a Nemzetiben is van egy-két súlyos bandita, aki ezek csinálják. Én nekem ez eszembe sem jutott, hogy én más alakjába bújjak bele, leszámítva Mick Jaggert, de akiről, mivel egy fejjel nagyobb voltam már akkor is, mint ő, meg 40 kilóval nehezebb, amikor még amatőr voltam, akkor utánoztam a Mick Jaggert, de közben az van, hogy eszembe se jut, hogy engem ez nem zavar. Én azt nem értem, hogy őket miért zavarja, mert hát közben ott van a József Attila Kései Sirató, vagy a Tudod, hogy Micsenet, amit ő is elmondhat, meg én is elmondom, tudom. És én ezzel a pályafutásom alatt mondjuk a 7. című verset, az több millió embernek énekeltem, vagy ezt a József Attila estet, amit a Vidnyánszky rendezett, már többször, mint 500-szor játszottam, ő meg egyszer se játszott, akkor miért van velem baja? Tehát baja van? Hát van, szoktad érezni? Persze, igen, persze. Hát van olyan, hogy ott vagyok egy ilyen színházban x évig, és a társulat 99% az nem jön el megnézni az előadásaimat. Egy ilyen színházban vagy x évig, az a Nemzeti? Azt gondolod, is. Hogy ott a javarészük sose látott téged? Persze, színházban? Igen, igen, hogyne. Most ismerkedtünk meg, hogy együtt dolgozunk. De ez ők azzal vannak el, ez nem baj, addig, amíg a közönség eljön, a lejátszol 504 József Attila estet, az azt jelenti, hogy eljön a közönség. De nem az van ebben, hogy eljön a közönség, de hát nem is színész. Mit néznek rajta? Tehát hát ők nem ez, tőlük, nem ez tőlek, van? Tőlük körnek. Jó, miért nem vagy elég énekes? Hát énekelsz, hát most már 50 éve énekelsz. Az van, hogy a másságot azt nem tudják elviselni. Tehát, hogy énekli a subidubit, meg a takonyt, meg a nem tudom micsodát, és különnek érzi magát. Én engem én például egyáltalán nem szeretek egy csomó ilyen nagyszerű énekest, de elismerem őket, hogy 50 évet, meg 40 évet végig csináltak, és ott vannak a pályájukon, és tök mást énekelnek, játszanak mások a dalai, de ők nem azért csinálják, amiért én nekem nincsen velük bajuk, mostanában már önnekük sincs, de évtizedeken keresztül ugye nem tudták ezt elviselni, hát, hogy ez más. Meg hát egy olyan zenekart, mint a Hobo Blues Band, ahol azért a Póka, Tátrai, a Deák, Gyula, meg Éri játszottunk, azt hát nagyon nem bírták, és ezt is meg tudom érteni, mert az annyira férfias és dögös volt, amilyen se előtte, se azóta nincs Magyarországon. Ez irritálja őket, akik föl voltak mentve tornából, és hülyeségeket énekelnek. És ezt én abszolút értem, hogy ő arról énekel, hogy süt a nap, meg esik az eső, mi meg arról énekeltünk, hogy másik Magyarország, félek tőled vagy nem tudom, ki, közép-európai hobóblusz, persze. De hát ők ugyanezt választhatták volna, és nem kell összehasonlítani azért, mert ez egy másik út, amit én járok, mert más emberek nem ezért zenélnek. Szeretik az igényes vagy igénytelen slágerzenét, szeretik a szépen énekelnek, szépen játszanak, nem a világról szól. Az, amit csinálnak, az nem tükröződik abban a világban, ami nem tud közödik az a világ, amiben élnek. De ezt nem kéne számon kérni rajtuk, mert ők nem ezért csinálják. Akkor mi bajuk volt vele? Most már belenyugodtak, hogy én vagyok a hobó, mert végigcsináltam ezeket az évtizedeket. De hát... De az, amit te képviselsz a popzenében, rockzenében, az gyakorlatilag elveszett mára. Hogy ne vége. Ennek, hát, ennek az volt a töltése Hajdalában, hogy valamivel szembe megy. Valami generációs élmény is valamit megtagad, és valami mást akar a helyére állítani. Ez ma teljesen eltűnt. A többiekéből, az enyémből nem. Igen. Az enyémből nem. De az nem egy kudarc, neked nem személyes kudarc, hogy ez nem tudott keret verni? Ez egy óriási kudarc. Hogyha arra gondolok, visszamegyek a 60-as évekre, amikor ezek a Beatles, Bob Dylan, Rolling Stones, Doors, Cream, Jimi Hendrix, Jethro Tull, Who, ezek mentek, nem beszélve a bluesosokról, hogy ahhoz képest mi lett a zenéből, hát ez egy rossz vicc. De hát a világ is ez lett, vége mindennek, kulturálisan, morálisan, a Facebook, az internet, hát elmentünk kajálni a feleségemmel, és a szomszéd aztán ült egy család, öten voltak.
két szülős, három gyerek, mindenkinek a kezében, a vasárnapi ebéden a kezében volt egy ilyen készülék. Szót nem szóltak egymáshoz. Nem akarok jobban belemenni, csak hát, na most, hogyha valaki egy fiatal gyerek, aki most 18 éves, mint a nap olyan tehetséges, a Póka iskolájában baromi tehetséges gyerekek voltak, mit tud csinálni? Ha nem azon az úton megy, ami elő van írva, nem politikailag, vagy erkölcsileg, hanem ami ez a trend, akkor nem jut sehova. Régen az volt, hogy a Hobo Blues ment, mert én ezt ismerem. Vagy a Kex, nem volt lemez, és tömegek voltak. Most, hogyha nem vagy fönn az interneten, meg nem mész el a X-faktorba, vagy a Dalba, vagy a nem tudom mik vannak, Bajnokok Ligája, na hát az katasztrofális volt. Dalnokok, bocsánat. De nem mész oda el, akkor nem tudsz előre jutni. De ezeket te nézed? Nem. Akkor nem tudod, hogy katasztrofális volt. Hát a Dalnokok Ligáját azt láttam. És egy életre elég volt? A zsűri megrendte, hihetetlen. Micsoda. Beülnél egy ilyen zsűribe? Már hívtak, de nem. Én úgy gondolom, hogy irodalmi, tehát ilyen költészeti napok, meg költészeti versenyek zsűriébe is hívtak. De én nem megyek el, mert úgy gondolom, hogy művészember az ne kritizáljon másokat. Na látszott, bejöttél a saját csapdába. Jó, tudom, hogy rámentél, ez rossz. Na, tessék. Az jobban észni kellene lennem, hogy ne egyen meg a... Szóval, hogy nem. De azért én hiába önironizálok ezzel az exhibíción, és azért azért úgy gondolom, hogy művészember vagyok. Eléggé miért nem vagy író? Hány könyved van? Most attól függetlenül, amin dolgozol most már 2 éve is. 1800 oldalról levettem 900. Nem igaz, árulás, 928 oldal volt. De ez most már a húzott változat. Nem. Azt húztam meg, és lementem 850-re, de még szembe kell néznem az irodalmi szerkesztővel, aki csak 2 hét múlva kezd el foglalkozni a dologgal, mert a Jagger mondta annak idején, hogy nem árt az embert időnként seggbe rúgja valaki, csak nincs, aki megtegye. Én választottam magamnak valakit, aki majd nem a helyes írási hibáimat javítja, hanem aki azt mondja, hogy ez önismétlés, vagy hülyeség, vagy ártok vele magamnak, sok minden. Úgy írtam meg a könyvet, hogy beleírok mindent, és aztán majd meghúzom. Mindent, vagy mindenkiről mindent? Mindent beleírok, amiben benne van, hogy mindenkiről. Aha. Beleírtam. Ennek az a címe, hogy térdig a szarban? Fülig a szeretetben. Fülig a szeretetben? Ez. Így is gondolom. És ha most visszatérhetek egy kicsit a Covidra, akkor én nem olvasom a Facebookot, meg a kommentet, meg semmi ilyesmit. És kijöttem a kórházból, meg alatta, nem tudom pontosan, hogy a feleségem megmutatta, hogy milyen üzeneteket küldtek nekem az emberek. És itt a térdi... Ezrével? Nem tudom, 800-nál feladtuk, vagy 600-nál, nem emlékszem, hogy ez a... És ez a fontos, hogy térdig a szarban, fülig a szeretetben. Ez megint rádöbbentett engem arra, miközben úgy gondolom, hogy amit csináltam, az majdnem felesleges volt, mert abban az értelemben, hogy a világ sokkal rohadtabb lesz, de én nem ismerem a világot, csak inkább Magyarországot, és ami itt folyik, az döbbenet. Az a gyűlölködés, meg nem tudom én. És ez a térdig a szarban része? Így van, hogy ne, igen. Az egyik lemez ez, a másik. És az van, hogy annyira szétrohadt minden, és akkor és hát én azért írtam ilyen számokat, új Magyarország nem rég, vagy a iszonyatos poénok vannak a... Ez a Hey Magyar Joe-ban van. Igen. Vagy a Rejtődekameronban is van egy árnyék kormány, meg nem tudom én, amit nem nagyon vesznek észre, de ez nem baj, mert nem az az érdekes, hogy mennyien veszik észre, hanem az, hogy mit csinál az ember. Szóval a Viszocki mondta azt, és ezzel segítek egy kicsit érteni az én állapotomat, hogy a Viszocki azt mondta, hogy a dalok benned vannak, és addig nem hagynak békén, amíg ki nem írod őket. És hát én is így vagyok. Na most ebben a tényleg hát morális mocsokban, amiben vagyunk, mindannyian, ha tetszik, hanem akármelyik oldalon vagy, próbál az ember kimaradni,
Ehhez képest én kijöttem a kórházból, és kaptam egy olyan szeretett löketet, ami átírta ezt a, amit az előbb mondtam, hogy hát amit én csináltam, a szart se ér, mert a világ, vagy legalábbis Magyarország rohadtabb lett. De erre most eszméltél rá, hogy kijöttél a kórházból? Arra eszméltem rá, hogy ez nem így van. Igen. Hogy rám zúdult ez a szeretet. Hogy számít. Hogy ez, és hogy leírja. Számít, igen, hogy leírja, hogy most akkor mondok valamit, hogy az egyik hölgy, három gyerekes anya, a harmadik gyerekét úgy szülte meg, hogy nem indult meg a szülés. És az orvos be volt a kórházba, egy három emeletes kórházba, és az orvos azt mondta neki, hogy akkor menjen a lépcsőn föl le, mert már meg kellett volna, hogy induljon a szülés. És elindult a hölgy föl le a lépcsőn. És hobószámokat hallgatott, és megszült a gyereket. Next. Az nekem furcsa, hogy tehát utánad egy elkötelezett rajongótábor megy több mint 40 éve. Egészen furcsa, hogy benned vannak kétségek arról, hogy téged szeretnek-e, vagy fontos-e, amit csináltál. Az, hogy szeretnek... Sokkal kevesebbért szokott valaki önmaga hatása alatt lenni ebben a szakmában. Nem akarok összehasonlítani, az embernek mindig vannak kétségei, hogy amit csinál, az milyen. Itt vagyok ezzel a könyvvel. Most nem tudok más mondani, mint hogy egy olyan kifejezést használok, amit ki lehet vágni. Hát kurvára unom a saját dumámat. Mert majdnem két éve ezzel foglalkozom, hogy újraolvasom és javítgatom, nem cenzúrázom, stilisztikában minden. Na most nekem van egy ilyen szokásom, amit kénytelen a családom elviselni évtizedek óta, hogy amikor én otthon vagyok, akkor nem lehet hobót hallgatni vagy nézni. Na, én meg soha nem hallgatom magam. Nem bírod elviselni magad? Nem érdekel, vagy úgy mondom, hogy túl vagyok rajta. Most a feleségem ma is mondta, hogy az I Love You Budapest című szám, amit 1922-ben írtam, az nem tudom én milyen jó, a lemez, miközben nem emlékszem, hogy milyen számok vannak rajta. Na most én soha nem hallgatom magam, meg nem tudom én, és meg azt nézni aztán végképp, és akkor az van, hogy most viszont a leírt, saját dumámat kell olvasni. Inkeserves. Hányszor olvastad végig a 928? Nem tudom már. Négy. Két év alatt négy. Négyszer. Most az a negyedik, de ez most már... Én majdnem 4000 oldal hobó. Nézd így. Fantasztikus. Bubó pestist kapok, érted? Tudod, hogy nincs bocsánat. Ez a József Attila este címe. Miért ezt választotta? Nekem te Latinovics halála óta József Attila emlékének az őrzője vagy. Ja, köszönöm a meg. És hát, kedves egészségedre. Azt segítsek kinyitni? Igen. Add ide. Ebben nagy rutinom van, ezt egész nap mutogatjuk. Szóval, hogy én nem értettem soha, hogy miért pont ez? Miért nincs bocsánat? Miért ezt választottad tőle? Az úgy gondolom, hogy még egy nagy pofájú rock'n'roll énekesnek, mint ami én vagyok, annak is kell, hogy legyen felelőssége. Hogy amit kiadsz magadból, amit továbbítasz, amit alkotsz, vagy amit közvetítesz, mert nem te írtad, mint a József Attilát, akkor is van egy óriási nagy felelősség. Tehát, hogy előbb-utóbb, most akkor jövök ezzel a 77 évvel, aminek az égvilágon semmi értelme, de az embernek el kell számolnia, hogy a jó Istennel, vagy saját magával, vagy akárkivel, vagy egy legjobb szembe kell nézni azon, amit csináltad. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába állt a bánat. Légy, ami lennél. Férfi. Férfi. A fülkérő utána. Na most ezek ilyen, hát én nekem a Bibliám volt, meg most is az a tanításoktól kezdve a rengeteg József Attila, amiben üzenetek vannak. Én nem úgy foglalkozom ma sem vele, mint költővel. Szolgálni igyekszem alázatosan, amennyire tudom, meg amennyire a tehetségem engedi, de az van, hogy ez egy elképesztő segítség az embernek a pályáján. Az én pályámon most akkor inkább csak így.
hogy üzeneteket kap. Például a József Attilától, most maradjunk csak ennél, tudod, hogy a fű kinő utánad. Olyan a vers, amilyen, meg nem tudom, én meg zseniális, a, ugye a nagyon fájba, ami engem elindított, hogy de én nekem pénzhoz fájdalmas, én nekem, és hozzám szegődik a gyalázat. Ezt úgy éreztem, mintha én lennék 80-ban, vagy 80, nem tudom már mikor, hogy csak nem én írtam. És ez az akkori állapotokat, az országot, meg a sajátomat, illetve tökéletesen fette. Nem úgy mentem, hogy micsoda jó vers, meg gyönyörű versek vannak, amit az ember úgy olvas, mintha versek lennének. De azt mondja, barátommal egy ágyban lakom, nem is lesz hervadó liliomom, nincs gépfegyverem, kövem vagy nyilom, ölni szeretnék, mint mindannyian. Ilyenek is vannak. Megtalálja az ember a saját állapotára való válaszokat. Üzeneteket, ez sokkal több, mint a költészethez való alázatos szolgálat, és kötelezi az embert arra, hogy azt, amit kapott, azt adja tovább. Nyerésre állsz ebben? Ebben a küzdelemben? Ha ez küzdelem egyáltalán? Nem. Hogy mondják ezt, hogy nem készítettem ilyen összegzést, hogy nem tudok, hogy jobb kifejezés használni, hogy én most hogy állok a dologokkal, mert igazából hát a következő 3 évem is tele van, és hát most is például ugye azon töröm a fejem, hogy miféle dolgokkal dobjam föl ezt a koncertet. Tehát, ami most itt van előttem, nem úgy összegezném, hogy majd a... Hát, ugye azt tudom, hogy az első dal, amit írtam 68-ban, az a lakálydal, ami a Népszabadság ellen megy, ez benne van, és ez jól esik, ha visszagondolok arra, hogy 68-ban, az mondjuk 54 éve már csináltam valamit, de ez csak egy ilyen origó, nem tudom én ezt elemezni, meg földolgozni, mert nagyon sok mindent csináltam, amit elviselt a közönség, és ezek között vannak jó dolgok, és vannak, amik nem sikerültek. Azok a költők, alkotók, akiket megidézel az esteiden, javarészt valamiféle perlekedő viszonyban voltak Istennel. Még Pilinszky is, aki nagyon erősen kötődött, és ettől aztán nagyon erős harcban is állt. Te hogy vagy ezzel? Hát nézd, de akkor nem menjünk messzire, itt van a Pilinszky, hogy tudom. Hogy megcsináltam a Circus Európa című albumot, amiben van egy Kisember című szám, aminek a vége az van, hogy a kisember menj el, menned kell, kisember kint vár a november, kisember csak a bohóc felel, szerencse fel. És ettől felreálltam, hogy én az embereknek, ez 2009-ben volt, véletlenül tudom, hogy az embereknek annyi szeretet és segítség után, amit én kaptam, ennyit tudok mondani, hogy szerencse fel ebben a kurva világban. És ezt pofára estem teljesen, ami függetlenül, hogy az albumnak nagyon nagy sikere volt, és az egyik legfontosabb dolog, amit csináltam. Meg darab is lett belőle, a Vigyánszky csinált belőle, meg monodráma is volt. És az van, hogy rettenetesen zavart engem ez, hogy nem tudok mást mondani, csak az, hogy szerencse fel, és akkor miért nem fogom be a pofámat, ha nem tudok mást mondani. Hogy akkor, de úgy éreztem, hogy ez kijött magától. És akkor, hát ugye mivel otthon van a töménytelen mennyiségű könyv, Pilinszkyt esett a kezemben, nem akartam, így alakult, mint ahogy az exhibicionistáknál szokott az összemélet, és abban van egy ilyen, látja Isten, hogy állok a napon. Ne legyen akkor a pofád. És ez helyre rakott az egész univerzummal, vagy Istennel, vagy sorssal való dologban. Egy... Megint a felelősséget, hogy hát valakinek el kell számolni, meg kell felelni valaminek. Nem azon, hogy én mekkora éze, nem tudom én, blues énekes, vagy író, vagy színész vagyok. Nem, hanem hogy hát... Érted? És de kinek kell megfelelni? Kinek kell elszámolni? Magammal kell szigorúnak lennem, hogy
Azt gondolod, hogy látja Isten, hogy állsz a napon? Hogyne, persze. Nem lehet csak úgy pofázni. Nem mondom, hogy rossz érzés, amikor az ember pávatollakat dugdos a fenekébe, és mutogatja magát, és 10 000-en vannak a Budapest arénában, az se rossz. De hát azért ott is csak elmondtam a József Attila levegőt, meg Adi verseket, meg a toronyba, meg nem tudom én, mert úgy éreztem, hogy amit kaptam, az, ez nagyon fontos, hogy tovább, ha csak annyit csinálik, mint egy színész a barátaim, hogy amit kapnak, azt közvetítik, és továbbadják, az is nagy dolog. De a közönség méretetlen türelme és ellézése miatt én még hozzátehetem azt is, ami az enyém. Ez óriási dolog, hogy megcsináltam, amiből nagyon sok minden nem sikerült jól. De megcsináltam, aztán kiderült, hogy mit tudom én, a Kocsma Opera vagy a Vadaskert az egyáltalán nem sikerült. Még ha a közönségnek más a véleménye, akkor is. Bennem van egy ilyen dolog, én tudom, hogy az nem jó. Borbálának a feleségednek igaza van, az I Love You Budapest az viszont egy remek lemez. Arra én is emlékszem, viszont az Ars Bluesikában arról énekez, ha már ezt így szóba hoztad, a fenekedet meg a pávatollakat, hogy nem vagyok zászló mások ülepén. Szóval ennek van egy folytatása, hogy szelep vagyok az ország fenekén. Az elején jobban érdekel most, hogy próbáltak zászlóvá tenni? Hát volt olyan, hogy ne menjünk bele a konkrét nevekbe, de volt olyan, aki országgyűlési képviselőnek fölkértek a rendszerváltás után. Volt ilyen, aki az egyik dalomat... Mondjuk a szép cirkusz lett volna te a parlament. Hát én mondtam is, hogy hát én nekem nem vagyok elég simulékony ahhoz, hát hogy nem tudom én, esetleg csúnyán beszélek, vagy nem tudom, rámordulok valakire, vagy elvesztem a türelmemet, állítólag ilyen is volt, bár én nem emlékszem erre. És akkor az volt, hogy akkor volt olyan párt, több is, nem egyszerre, hanem különböző időszakokban, amikor bizonyos dalaimat fel akarták használni a kampányukban. Volt olyan kampány, ahol fölkértek, hogy nem tudom én, 100-nál több előadásban vegyek részt egy kampányban, és József Attila verseket mondjak, és mondjam meg, hogy mi a gázsim. Milyen szép a pázsit. Nem látom a gázsit. És oda persze, igen, hát a klasszikusokat csak pontosan. És voltak ilyenek, vagy, de ami még akkor, ha már ez így szóba került, akkor elmondok egy ilyen attitűdöt. Hogy volt olyan politikus, aki azt mondta nekem a rendszerváltás után, x évvel már tök mindegy egyébként, mikor azt mondta, hogy Lacikám, bevallom, hogy rosszul bántuk veletek, meg veled, mert ti voltatok a rendszerváltó zenekar. Na most ezt föl lehet fogni dicséretnek, csak hogy én nem ezt a részét láttam, hanem azt mondta nekem, hogy rosszul bántunk veletek. Hát mi vagyok én, házőrző kutya, vagy mi? Kicsoda ő, hogy azt mondja, hogy ő hogy bánik velem, bazd meg, érted? Neked elég, ahogy a közönség bánik veled? Azért most már kitüntetés is van, ugye az elején hát, is kiderült, tehát azért van hivatalos állami megbecsülés. Jó, de ezt én megszolgáltam azzal, hogy két darab Brezsnyev trikón van, amiben szoktam énekelni. Szép lehet. Onekkerrel közös is van? Mert nem, van ilyen kép, de a trikóra csak a Brezsnyevére. Nem keverjük mindenféle Honeckerekkel. Értelek. Mondtam, hogy a koncertre térjünk vissza, mert az neked most iszonyú fontos, hát ez nyilvánvaló. Hát két szeretném. Éve tolod magad előtt. Hát a Covid tolja. Hát, igen, a Covid tolja maga előtt, hogyha úgy tetszik. Végig lehet futni egy közel 50 éves pályafutáson egy nem. ilyen két órás koncerttel? Nem is ez a cél. Nem is ez a cél. Rám zúdították ezt a rettenetes mennyiségű, földolgozhatatlanul mély és szép szeretetet. És én, aki már tényleg rájuk zúdítottam a borzalmasnál szomorúbb, meg fájdalmas dalaimat, meg a röhögőseket is, én elhatároztam, hogy ebben a helyzetben, amiben vagyunk akár a Covid miatt, vagy akár a Facebook, meg az internet miatt, meg a celebek miatt, ebben a morális mocsokban, amiben vagyunk, megpróbálok örömet okozni az embereknek, akik azzal, amit írtak, óriási örömet szereztek nekem, és bizonyos értelemben kihoztak ebből a, illetve ki se hoztak a betegségből, mert kiugrottam. Nem is kellett hetekig foglalkozni velük. A feleségem felolvasott, nem tudom, hány százat, vagy nem, de hihetetlen.
és elhatároztam, hogy ebben a mocsokban és gyűlölködésben megpróbálok örömet szerezni nekik. És ebben vannak vadonatúj számaim, amiket senki nem hallott, mert most írtam őket, meg vannak régiek, meg mindenfélék, de úgy gondolom, hogy ez a kötelességem, hogy ez nem azt jelenti, hogy hülyeségeket fogok énekelni, van egy-két keményebb dolog benne, de nem erről szól, hanem arról, hogy visszanozak valamit abból a szeretetből, amit kaptam. 77 éves vagy, ugye kezdtük azzal, hogy hát amikor elindult a pályád, akkor nyilván nem volt ebben benne, hogy 77 éves korodban pávatolakkal ugrálsz az arénába. Most mi van benne? Hogy lehet felmérni 77 évesen azt, hogy mire van időd? És ez, tudom, hogy kegyetlenül hangzik, de közben meg tök reális. Tehát az ember gondolkozik abban, hogy 90 éves koromban akarok még arénakoncertet csinálni? Nem, de hát az... Nem, de hát azt meg kellett ígérnem, hogy folytattam a dolgot. Annyiban... Hát azt el is várjuk. Köszönöm. Annyiban ez a könyv, meg ez a lemez, ez azért egy, mondjuk így, hogy a mondat végén pont. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen végbefejezés érzése van, hanem úgy érzem, hogy kicsit földolgoztam ezt, amit te itt többször kérdeznél, ezt a 77 évet írásban és bizonyos értelemben zenében. Tehát ez egy mondatnak a végén a pont, ami meg jön, az a ráadás. A koncerteken is aknavetővel lövik a színpadot, amikor lementünk, és akkor ráadásokat kell adni. De az nem azt jelenti, hogy vége van. Tehát nekem nincs ilyen. Az, hogy én meddig húzom, amikor 60 éves voltam, akkor megkérdeztem egy orvos barátomat, miután ketten meghaltak a barátaim közül rákban, osztálytársaim. Akkor egyik katonatársam voltam, mások osztálytársam. Meghaltak rákban, és akkor megkérdeztem, hogy én nekem miért nincs rákom. Teljesen ilyen baráti, semleges volt, és azt mondtam, hogy ki tudom, mert hogy ki tudom magamból üdvölteni a fájdalmat, vagy a dühöt, vagy a... De hát ez nem igaz, mert én nagyon sok viccet, meg jót, meg nem tudom, micsodát is mondok, nem dühöngök állandóan. Hát a palvatól van a feneked, akkor nem érdemes dühöngeni, vagy legalábbis egy olyan anakronizmus, hogy a közönség aknavetővel kezdi lőni a színpadot, vagy paradicsomot dobálnak. Múltkor azt mondtad, hogy nagy árat fizettél azért, aki lett belőled. Igen, de megérte. De mi volt az az ár? Hát voltak rossz házasságaim. Volt a konfliktusom, most a sorsomról beszélek, az apámmal. Elveszítettem a fiamat. Más problémák is kiderültek a gyerekekről, akiket neveltem. Végig kellett néznem, ahogy a társaim hát így bizonyos értelme elárulnak, vagy ellenem fordulnak, és mégis azt mondom, hogy hosszú-hosszú évek óta van egy csodálatos családom, boldog vagyok velük, gyönyörű feleségem, gyerekeim, vannak emberek, akikkel dolgozom együtt, ha nem is a Hobo Blues Bandnek hívják őket. De azt, amit én a Hobo Blues Bandnel elkezdtem, azt töretlenül folytatom egyedül. Ezt akkor, amikor láttam, hogy megy tönkre a Hobo Blues Band, akkor gondoltam így, hogy ez rettenetes, de az az igazság, hogy a Hobo Blues Band utolsó 10 évéhez képest sokkal jobb dolgokat csinálok. És ezért is mondhatom, hogy megérte. Tehát ilyeneket, mint a Circus Hungaricus, vagy a Hé Magyar Joe, vagy ezek fölülmúlják a Vadaskertet, vagy a Kocsma Operát, vagy az. Ez egy, arról nem beszélve, hogy ez a elképesztő kínlód, szóval nem tudom a jó kifejezés, de hogy amíg én megtanultam ezt, hogy közvetítsen például a József Attilát, vagy nem tudom. Hát azért az nem ment, nem hogy technikailag nem ment könnyen, hanem iszonyatos felelősség. Ebből volt egy óriási tanulság, hogy azt, amit egy József Attila verse, az ember nem veszi poénra.
tudod, mert hát van egy ilyen alázat, meg felelősség. Súlya és van. Akkor az van, hogy ezt az alázatot és felelősséget át tudod vinni a gyalázatos ripacs hobo bluesman számokra, vagy hobo számokra, ugyanis a közönség azt megérdemli, hogy akármennyire a könyöködő jön ki a 40 évvel ezelőtt, szám, ők megérdemlik azt, hogy a mögött minden szó mögött ott legyél. Te érted, hajtok, mindened meglegyen, érted? Hogy ez és ezt abból, hogy tudod, hogy nincs bocsánat, tudod, fölismertem ezt, hogy ha nekem a hajtók dala, vagy a nem tudom én micsoda, a könyököme jön ki, akkor is bele kell, hogy dögöljek. Mert ha nincs kedved beledögölni, akkor hagyd abba. Ez hajt még most is? Nem hajt ez. De hogy nem, hát annyi előadásod van, annyit játszol. Jó, így is lehet mondani. Tehát, hogy valami visz. Az van, hogy hát van egy ilyen, hogy ezt mondtam már, hogy át kell adnom, amit kaptam. Tudod, ez a dolgom, közvetítő vagyok, és az ő jó indulatukból mellé tehetem még a saját műveimet is. De ha csak azt csinálnám, hogy a József Attilát, vagy Adit, vagy a Jim Horizont, vagy a Dillet, vagy a Stones-ot, azt se adnám tovább, az se kevés. Lesz vers a koncerten? Hát van egy-kettő, igen, persze. De nem akarok beszélni a koncertről, mert ne áruljuk el, hogy ott mi lesz. Meglepetés. Nem. Nem lesz meglepetés. Úgy gondolom, hogy... De... Azért minden alkalommal valami meglepetést hozom. Jó, hát sokszor voltál, nem tudom megcáfolni. Földes László Hobó, köszönöm szépen. Én köszönöm is. A húzós egy hét múlva jön újra, akkor is számítok a figyelmükre, ezt meg most köszönöm, köszönjük. Viszontlátásra.